Tamással, hát nagyon régóta ismerik egymást, 17 éves korom óta, mert az Arany 10-ben ő volt az osztályfőnököm, és ő felvételiztetett is. Én nyilván én tudtam, hogy ő kicsoda, mert ismertem, láttam a tévében, és akkor bementem, verset kellett mondani, és utána énekelni is kellett, lejátszott a zongorán egy skálát, amit én visszaénekeltem, és kérdezte Tamás, hogy transzponálni is tudsz, és akkor mondtam, hogy óha, persze, de nyilván nyugtam, tudta, hogy fogalmam nincs, hogy miről van szó. Úgyhogy nagyon szép éveket töltöttünk együtt, aztán volt egy hosszú időszak, amikor nem találkoztunk, és aztán 2009-ben a Kaktuszvirágát csináltuk, amiben végül is ő lett a főszereplő, és amikor megérkezett, akkor oda pattantam elé, és mondtam, hogy emlékszel rám? De ugye persze, és megölelt, és onnantól kezdve gyakorlatilag végig kísértük egymás életét. Egy nagyon jó kollégám, nagyon jó barátom volt, egy igazi ilyen, egy ilyen szerető apa típus, és ez az egész így együtt.